Sziasztok! Ismételten egy ausztrál édességgel érkezünk. Ez egy balec, vagy bulesz, nem tudom, hogy ejtik helyesen. Rubi csoki, csoki, aminek a tölteléke elvileg raspberry. Hát, még ilyennel nem találkoztunk. Rubi csoki dolgokkal már találkoztunk. Ezzel én még nem találkoztam. Nem tudom, hogy csak azért, mert hogy vagy esetleg ez egy speciális ausztrál brand lenne. Hát eredetleg én úgy tudom, hogy állítólag arról volt szó, hogy elsőként csak és kizárólag a Nestlé használhatta ezt a csokit, hogy valami kizárólag a sokat megnézem, hogy ez Nestlé-e. De csak, hogy egy darabig, tehát hogy nem tartott örök ide, én nem vagyok ebben a sztoriban biztos, de valami ilyesmit hallottam, hogy ugye ott kizárólagosságok volt a csokira, és hogy így használták elsőként ők. Hát nézzük meg erre, én most nagyon kíváncsi vagyok, mert már a KitKat-et azt megkóstoltuk, hogy milyen, a Rubi csoki is, azt még első közt még a Angliából hozattunk belőle, hogy megkóstoljuk, aztán utána már lehetett venni Magyarországon a Spárban is. Igen. Szóval... Ez nem, hogy szándékos egy, minta, vagy mint egy lárva, nekem konkrétan olyan, tehát hogyha... Illatra? Ha ezt most azt mondnák, hogy ez egy bogár, ami bebábozódott, vagy akármilyen hernyó, hogy bebábozódott, simán elhinném. Na most ketté harapon megnézzük. Nem zselés jellegű belül. Ha gumicukor lenne belül, de finom. Ez a mesterséges íz, ami a raspberry, ami benne van, ez tipik aroma. Most megnézem úgy, megpróbálom leszopogatni róla a csokit, hogy hasonlít egyáltalán arra, mert színre egyértelműen nem hasonlít arra, se arra, ami a csomagolásom van, se arra, amit Rubiként már a KitKatnél kipróbáltunk. Ízre szerintem egy kicsit talán. De nem tudom eldönteni, tehát hogy így... Az inkább ilyen... barna jellegű, vagy bőrszínű. Hozza a Rubinak azt a savanykásságát, de én azt mondom, hogy talán inkább ezt az aromát hozzá, ezt a raspberry aromát, mint sem, hogy Rubi csoki lenne. Nem bejön amúgy. Nem rossz. Nem rossz, igen, de még mindig, ha választhatnék Rubis édességek közül, akkor a KitKatot választanám. Viszont nagyon rágós, mármint hogy sokáig kell. De igen. Mondjuk ez sok gumicukorra igaz, tehát hogy ez végül is nem egy egyedi dolog. Hát ha kíváncsiak vagytok a többi videónkra, akkor kövessetek minket a csatornánkon, illetve nézzétek meg a többi videónkat. Sziasztok!